Még a szavazat számlálás utolsó perceiben is változott szombat este az új országgyűlés összetétele. 135 mandátumot szerzett a Fidesz KDNP a 199 fős parlamentben, 57 képviselő jutott be a baloldali pártok színeiben. A momentum ebből 11 mandátumot mondhat a magáinak. már csak az a kérdés, hogy megtiszteli e a választóikat azzal, hogy beülnek a parlamentbe, Balás folytatja vendégével. Köszönjük szépen, hajna a Miklós a Momentum Mozgalom elnökségi tagja, megválasztott parlamenti képviselő van itt velünk. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt előre. kívánok, köszönöm szépen a meghívást, még Ör, örülünk, hogy eljött hozzánk. Rég nem Jó, jártam erre, de köszönöm. De volt már itt, ült már ebben. Három a éve, három éve. Két igen, ezer, ezer, még, kicsit, még, kicsit, még kicsit, kicsit szokni kell a környezetben. De Várjuk vissza, így van. Szóval, egyéni képviselői mandátumot szerzett a 12. kerület és a második kerület egy részében. Felcserélni ezt a mandátumot, ha lehet az országos győzelemre, az összefogás országos győzelmére? Ez nem kérdés. Én az összefogásnak az országos győzelmért dolgoztam. Nyilván ilyen cserét sajnos nem lehet megtenni, mert a politika nem így működik. Mi, mi, azért kampányoltunk hegyvidéken és Belbudán, hogy, hogy ott is egyel közelebb legyünk, egyel, egyel hozzájáruljunk a kormányváltáshoz, és én hiszek abban, hogy ott nagyon sokan, akik szavaztak ott, nyilván a kormányváltásra is szavaztak. Sajnos ez nem sikerült, és nyilván most minket azért hívtak ebbe a műsorba, hogy kiértékeljük a választási eredményt, ez 7-8 percben nagyon nehéz megtenni, Persze. hogy mi mindenen ment félre, de, de, de így nyilván lehetne rengeteg okot elemezni, hogy, hogy mely szavazókat veszítette el adott esetben az ellenzék, vagy mennyire elképesztő volt a közmédia részéről, hogy összesen 5 percre hívták be Márki Pétert a, bocsánat, a de hajrában. Én most átszámoltam, mert csak azért mondta, hogy mikor volt itt legutóbb, és 2018 vége, 2019 eleje óta hogy összeszámolta minden pártnak, nem csak a parlamenti pártoknak, vagy az összefogás pártjainak, hanem parlamenten kívüli pártoknak is 80 meghívást legalább 80 meghívást továbbítottunk, például legutóbb Borosz Annának, vagy Fekete Andrásnak, az önök pártársainak is, és nem, nemleges választ kaptunk. Én azt tudom mondani, hogy minden olyan megkeresése, ami arra vonatkozik, hogy élőadásban bejöjjünk ide a közmédiába, mi arra igen fogunk mondani a lehetőségeinkhez mérte. Nyilvánvalóan szépen. vannak olyan esetek, amikor valaki beteg vagy más programja van, de, de bár csak többször hívnának minket a közmédiába, ugye, és ennek egy nagyon jó um, példája ennek a problémát az, hogy nem csak mi látjuk ezt így, mint ellenzéki politikusok vagy pártok. Én néhány héttel ezelőtt egy tüntetésen fogalmaztam meg itt az MTV épülete előtt, hogy mennyire ritkán hívnak meg minket ide, hanem például Bencsi Gábor is így látja ezt, aki ugye azt hiszem a tegnapi nap fogalmazta Igen. meg a, a, kritikáját a közmédiával kapcsolatban. Hogy... Tisztelet, tiszteletbe tartjuk Bencsi Gábor, ha már egy jobboldali gondolkodót hozott be, de én is hozok önnek akkor egy, én egy baloldali gondolkodót, aki a választással kapcsolatban azt mondta, az Ungár Péter az ön szövetségesének, az lmp nek a, az egyik politikusa, aki azt mondta, hogy most már nem a külső okokban kéne lassan keresgélni a probléma velejét már, ami a választásokat illeti, hanem a belső okokban. És szerintem a Péternek ebből a szempontból igaza van, tehát nyilvánvalóan reflektálni kell arra, hogy, hogy, hogy mit rontottunk el, nyilvánvalóan tanulni kell a választási eredményből. Uh, Egyébként én, én az önpárt elnöke is ref, önreflexi volt ebből a szempontból, mert bocsánatot kér. És, és, szerintem ez így van, rennyi minden pártvezetőnek kell saját magában is keresni a felelősséget, nem szabad folyamatosan bűnbakereséssel foglalkozni, viszont visszakanyarodva Bencsi Gáborra és a közmédia helyzetére. Én nem tudom, hogy most mi miért vagyunk ide meghívva, hogy most ez így hirtelen honnan jött. Nagyon remélem, hogy ez a következő években folytatódni fog. Nem tudom, hogy ki a döntéshozó az illetékes személy, akivel erről beszélni kell, egyeztetni kell, aki ezeket a döntéseket meghozza. Egy biztos, hogy, hogy a jobb oldalon belül is komoly kritika éri a közmédiát az elfogultsága miatt, hogy gyakorlatilag az előttem felszólaló úr is, nem tudom, hogy egy elemző volt, vagy egy külső szakember. Hát vagy ő nagy ervin elemzőt láthatja egyébként például az ATV-n és meg ilyen gyakran részt vesz vissza hát, a műsorokban, szóval ők is és, megkények. és sorra, sorra lehet, én hogy, látom, hívek, de... hogy bocsá, bocsánat, képvisel, látom, hogy nem tudja elengedni ezt a közmédia témát, de csak azt szeretném mondani önnek, hogy mi minden híradásunkban, a híradóban bemutattuk eddig, és bemutatjuk ezután is az ellenzéki véleményeket. És pont hát, ez a, a gond, táját, mert olyan dolgokat, izaj... a olyan dolgokat adnak sokszor a szánkba, olyan dolgokat adnak sokszor a szánkba, amiket mi nem mondunk. De hát Tehát izaj, én... Péter például, ha már a baloldali miniszterelnök jelöltnél tartunk, ő ugye az, azokat a dolgokat, amiket mi is bejátszottunk, vagy foglalkoztunk vele, elmondta. Azt másik kormánykritikus televíziókban, sajtóorganunkban is rákérdeztek. Hát gyakorlatilag majdnem, hogy minden kedden volt egy másik tévécsatorna adásában, ahol kifejtette a véleményét, és ott is az újságíró vagy a kérdező arról kérdezte, hogy miért volt ezekre a mondatokra szükség. És hát ugye Bocsánat, még egy gondolat, Jakab Péter, a Jobbik elnöke is nem a közmédiát hibáztatta, vagy a propagandát, hanem azt mondta, hogy ő neki a kampányban az volt a dolga, hogy Márki Zaj mossa, Márki Zaj Péter szennyesét mossa, és ezt már megunta. És Tehát, nem ellítom azt, hogy ez egy tökéletes kampány volt az ellenzék részéről, azt sem ellítom, hogy a jelölt nem hibázott. Azt állítom, világos. hogy az a, az, a, az a politika, amit a közmédia folytat, az szerintem elfogadhatatlan, hogyha, hogyha önök szeretnék fenntartani bármilyen szempontból is egy demokratikus működésnek a, a látszatát legalább, és azt kérem, hogy legalább a látszatra. Hát de ezt mondom, hogy most is itt van, és élőadásba is hívjuk. És, önöket. És, és remélem, hogy nem ez lesz az utolsó alkalom, és remélem, hogy nem három évente hívnak, mert engem utoljára három Mo éven. Nem, nem Donát Annát éve. is kerestük most is, és ő azt mondta, hogy sok elfoglaltsága van a párt különböző tagjainak, de. Illetve ő ő is, jelenleg ő is, például ő beteg, tehát ő ezért sem ja, Azt nem eljönni. tudtuk, de igen, ezt nem jelezte, csak annyit, hogy még e, nem jelzett vissza, hogy e, tud-e jönni. De akkor picit visszatérve, még a politizálás. Uh -huh. Felveszik-e a mandátumokat? Ugye a hatházi Ákos azt mondta, hogy ebben a rendszerben nem biztos, hogy föl kéne venni. Gyurcsány Ferenc viszont a hétvégén azt mondta, hogy letett fegyver lenne, hogyha nem venné föl a mandátumokat és nem dolgoznának. Ugyanezt mondja például az LNP is akár az alakulülésre kapcsolatban, ahol nem tervezik, hogy megjelennek, ha jól tudom. A mandátumunkat én azt gondolom, hogy fel kell vennünk. Ezt nyilván elvárják tőlünk azok, akik mondjuk rámegyéni egyéni választókerületben szavaztak, és, és, és sok másik ellenzéki szavazó is az országban, eh, ahhoz, hogy legalább a minimális eszköztárral, ami megadatik még egy ellenzéki képviselőnek élhessünk. Azért is jöttem be ma ide, hogy arról beszéljek, hogy ez az eszköztár jelenleg mennyire korlátozott. Régen a parlamenti képviselőknek sokkal erősebb jogkörei voltak, és sokkal jobban tudtak élni a lehetősége, hogy ellenőrizzék a hatalmat, ellenőrizzék a kormányt. És ennek része például az, hogy a közmédiában milyen gyakran beszélhetünk mi, de része egyébként az is, hogy milyen jogosítványaink vannak, mint parlamenti képviselő. És ebben is én azt gondolom, hogy vannak olyan követelések, vannak olyan feltételek, amelyekben változnia kell egyszerűen a politikának ahhoz, hogy értelmezhető demokráciáról beszéljünk. Nyilvánvalóan, hogyha ebben nem változik ez a rendszer. Hogyha például a, a képviselőknek az a joga, ami korábban megvolt, hogy közintézményekbe gyakorlatilag bármikor bemehetnek. Hát ide be is jöttek 2018 végén. Én most nem azért jöttem be, hogy ne kifussak egy ajtónak. Értem, hogy önöknek ezzel problémája volt, de az is egy súlyos probléma, ami ebben, a, ebben, a, ebben az épületben nap mint nap zajlik azóta, hogy önök gyakorlatilag válogatás nélkül veszik át a kormány propagandának a תודה רבה. Bálogatás nélkül gyakorlatilag Ugyanaz, ugyanazt, ugyanazt a narratívát viszi a közmedia az előttem beszélő úr is, mint amit a kormány propaganda. Hát ő egy kínál. elemző, tehát és ő elmondja a véleményét, ne ragadjon, de baloldali elemzők is. Ha vagy háj, egy baloldali elemző, akkor most az, az a baloldali elemző, aki azt uh -huh. mondja például január elején vagy február környékén, Márkizai Péter vasárnap esti bejelentkezéseit elhallgatva, hogy úristen legyen már vége, legyen már április, mert ezt már, ezt már nem lehet bírni, akkor ő most a kormány szekerét tolja, vagy propaganda? Nem a vélemények van A gond, a kiegyensúlyozottsággal van a gond, és azzal van a gond, hogy önök nyilvánvalóan. A választások előtt ebbe a műsorba nem véletlenül nem hívtak minket, nem véletlenül nem voltak itt élőben. Itt voltak, minden pártnak ugyanannyi lehetősége volt beszélni. Öt percet adtak Márki Péternek, ennyi történt a választások előtt. Még minden egyes másik pártnak is, ellenzéki pártnak is, többek között a Fidesznek is. nyilván, mivel önök közös listán indultak, ugye összellenzéki lista volt, ugye ezért Márki Péter jött be, és ő képviselte az Önök és politikáját, mint ahogy egyébként a kampányban is a miniszterelnök Azt előtt állítja, képvisel. hogy a fidesz kdmp nek semmelyik másik politikusa nem volt itt élő adásban ezen kívül, és azt állítja, hogy ezen kívül a fidesz kdmp nek semmelyik kitartott elemzője nem hát, volt itt élő adásban ezen de kívül. De ne haragudjon, ez meg minősítés, hogy ki kitartott elemző, meg ki nem kitartott elemző. Azt megnézheti egyébként, hogy mennyi fideszes politikus volt itt az utóbbi időben. Elemzők voltak itt, elemeztük a különböző politikai kérdéseket, de visszatérve még egy kérdés, ha ki politikával, egyébként a, a tárgyalni. Tehát ki az, az illetékes ember, aki meghozza Nem tudom, mondom, hát önöknek tudja? is van sajtóosztály, ugye mi se úgy jutottunk el önhöz, hogy fölhívtuk önt, hogy akkor jöjjön be, hanem volt egy sajtóosztálya. Az mtv annak is van egy ilyen, és ott nyugodtan lehet keresni az illetékes. Tehát, hogyha írnek egy ilyen Aha. levelet, vagy megkeresést, akkor lehet tárgyalni nyilván ezekről a, a dolgokról, de ha megengedi még egy kérdés. Ez a Ez nem szomorú, magában, hogy erről de kell? Én értem, hogy most fordított napot tartunk, ön válaszok, de ha megengedi, akkor mégiscsak ezért ülök itt, hogy kérdezek egyet még, hogy összefogáspárti továbbra is egyébként egyébként? Tehát ugye sok, most már baloldali elemző is azt mondja, hogy közéleti személyiség, hogy ez a konstrukció, ez az összefogás, ez megbukott, és nincsen létjogosultsága. Ön is azt mondta nap egyébként egy interjúban, hogy ez az eredmény nagyon közel van ahhoz, hogy levonják az ilyen típusú tanulságokat. Én azt gondolom, hogy tartalmában mindenképpen változtatnunk kell azon, ahogy eddig csináltuk, akár ezt a kampányt, akár ahogy működött az ellenzéki együttműködés eddig. De amíg ilyen választási rendszer van Magyarországon, amit a Fidesz hozott létre szándékosan, addig a, az ellenzéki pártoknak nem nagyon van más lehetőség. Tehát Nagy-Britanniában például, azt meg egyébként Török Gábor elemző Telekszem mondta a választási éjszakáján, hogy ez, ha valahol egy párt 50%-ot vagy a fölött elér, ott nem választási rendszer kérdése a győzelem. Egyrészt, az azért, másrészt Nagy-Britanniában ez tudja, hogy 80% fölötti Fidesz győzelmet jelentett volna. Az azért az, az egy másik kérdés, hogy 50% fölötti eredményt ért el a Fidesz valóban, de ez kétharmadá alakul ebben a rendszerben. Nem minden választási rendszerben lenne most hát a a Fidesznek kétharmada. Azért mondom, hogy Nagy-Britanniában Fölött és Nagy-Britanniában nyilván évszázados hagyománya van annak a választási rendszernek, és nem egyoldalúan oldalúan alakította ki a konzervatív párt mondjuk saját magára, mint ahogy azt a Fidesz Magyarországon szempontjából szerintem gyakorlatilag. De ennems... milyen választási rendszer az, amit egyetlen párt alkot meg a saját rendszerére? Milyen közmédia az, amit gyakorlatilag egyetlen párt nevez ki, a, hogy ki a vezérigazgatója, hogy, hogy ki irányítja? Hogy, hogyan lehet egy ilyen eset után azt mondani, hogy itt demokratikus minimumok teljesülnek. Ritka, hogy a vendég kérdezi a, a, a műsorvezetőt, nyilván reflektálnék le, de fordítsuk most már meg ezt a helyzetet, hanem zárjuk le, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, és várjuk vissza a legközelebb is. Köszönöm szépen, remélem lesz, lesz a kedve eljönni. Köszönjük szépen.